A mai történetünk arról szól, hogy mi lett volna, ha a Jánosík sosem létezett volna. És a faternek kellett volna átvennie a helyét. The Last of Us. Ha láttad az előző videóm, akkor már tudod, hogy mi fog történni. Mindannyian bekerültünk egy paródiába. A film elején főszereplőnk Pacho hosszú idő után visszatér Hybbeibe. Eközben a gonosz nyári gróf kegyetlenül zenére dolgoztatja a népát. Snipe, Snipe, Severus Snipe, 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 Severus Snipe, Dumbledore! Snipe, Severus Snipe, Dumbledore! Snipe, Severus Snape. Dumbledore. Snape. Ron. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Ron. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Severus Snape. Dumbledore. Severus Snape. Hybbei erdeiben mindenhol veszély lassalkodik. Pacho ekkor megpillant egy urat, aki ostorra csapkod egy szerencsétlent, és közbelép, de úgy tűnik, a fickónak ez jön be. Ezután megjelennek a szlovák vidám fiúk. Pacho kénytelen volt egy pár harcba keveredni a fő bettyával. Viszont könnyedén sikerült túljárnia az eszén. A többiek csoportos egy húzásra próbálták kihúzni, de a mentőakciót Pacho fejezte be egy varázslatos tüsszentéssel. A vidám fiúk szerencsések voltak, mert a második tüsszentés már fát is vitte. Még az alkoholivó versenyt is megnyerte. Talán nem tetszik, de ilyen egy ideális férfi alkot. Mindaz meggyőzte a betyákat, és egy hagyományos emberdobós ünnepség keretében felavatták főnöknek. Ekkor megkezdődik az áprikus fosztogató hadjáratuk. Miután a grófnőnek segítenek megszabadulni a ruháitól, erdődi gróf olyan hálás lesz, hogy sikerébe gondoskodik róla, hogy a falu népe ne fázzon. Tűz! Fasz! Tűz! Fasz! Ez persze a betyárok nem fogadhatják el hála nélkül, így ők is csapnak egy forró partit a teljesen igazi kastélyban. Pacho közben elemereng régi szerelmén hankán. Ha? Ha, már értem. A grófnő közben teljesen ráizgul a betyárokra, és kér egyet szlénapjáró. Meg is kapja egy csavarral. Grafiknál beöltöző szexjátékokat és nyitott hajtók mellett érzik, lehetőleg egy őr kényelmetlen figyelmében. Pacho apját kicsit kiegyenesítik,
a börtönben, de azután kiszabadítják. A teljesen igazi kastélyt ezután ismét túlfrőtik a melekák. Ezúttal a betyárok visznek mindent, ami mozog. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We have some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? A krófok ezután megelégelik az elveszettől erekjék fosztogatóit, és egy hírnököt küldenek Pachóhoz. Düsszuszi van belel! Bolond üzenet érkezett! Azután ők maguk mennek el, utánuk a férfi barlangjukba. Charlie angyalai. Akasztófára való! A férfiak felnek, a nők kávhelnének. Ezután Elton John-t megszégyenítő kényparti keletkezik. Hot dog, french fries, come on baby, tell me your lies. Up, down, side to side, these skeletons are now alive. Fogod szeretni magát! Pachót is letámadják, de számára csak egy igazi létezik. Vagy kettő. Ekkor végre visszatér a régi szerelméhez, de akkor rájön, hogy a nő szőlősében már más szeretel. Fasz. A nemesek kétségbe vannak ásva, a várok sorra égnek fel, nők sorra szülik rájuk nem hasonlító kerekeket. Az urak Bécsből kérnek segítséget. Ott viszont azt nem tudják, hogy hybbeit eszik-e vagy isszák. A császárnő Marika Terézia ekkor felcsapja a falbúrot, és szlovák műveseitől szerez információt Pachóról. A Marika végül beleszeret Pachó Instagram profilképébe, és megkéri a kezét, de az elutasítja az ajánlatot, így bosszú hadjárat indul ellene. A köpülő ex-főnök megpróbálta elárulni Pachót, de a közösségi média megtévesztésének köszönhetően senki sem hisz neki. Végül a bécsi gárda kivonul a híres hybbei betyárok rejtekéhez. Belülről fakadó mosolyok az Aktíviával. Történet sok-sok korszakkal ezelőtt történt, a mítoszok és legendák korában, amikor még az istenek kicsinyesek és kegyetlenek voltak. Gyötörték az emberiséget, akik rettegtek tőlük. Egyetlen ember mert szembeszállni velük, Herkules. Herkules olyan erős volt, amilyet még nem látott a világ. Erejét csak szívenemessége múlta felül. Bármerre ment azonban, kegyetlenül üldözte mostoha anyja Héra, az istenek mindenható királynője. Ám, ahol megjelent a rossz, ahol ártatlanok szenvedtek, ott termett hirtelen Herkules. Végül elkapják őket, és ingyenes börtönbérletet kapnak. Pachót meg egy kellemes, földes, iszapos kúrára fizetik be. De a történet nem végződik
teljes vereséggel, hiszen Pacho legendáját egy új generáció készül felvázdani, ami ambíciózusan teret enged egy potenciális filmes univerzum létrehozásának. Ale veď ja som Pacho Hybský zbojník. Ale kdeže? Ty si hlava! Ja som Pacho Hybský zbojník! Szót sem tudok szlovákul. Imádlak, szomorú szamuráj. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Szólnod égek. Imádlak, szomorú szamuráj. Csak harcolj értem, a szerelem vár, szomorú szamuráj. Kezi čokolom! Jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok!